Sziasztok! Amint az előző videóban ígértem, ebben az epizódban megtudhatjátok, hogy mi történt a városgyűlésen. Jelentem, nyertem. Szóval megszavazták, illetve megkaptuk az engedélyt a 4 láb magas kerítés építésére elő. Ez már az új házban lesz, illetve a 6 lábat és megszavazták oldalt, hogy erről tudhattok meg majd részleteket, illetve hogy hol tartunk most a felújításban, valamint elviszlek titeket egy nagyon izgalmas helyszínre, ahova jelenleg épp tartunk. Ugyanis gondoltam, hogy most már ennyi munka után ránk fér egy kis kikapcsolódás, ezért elmegyünk egy drótkotér pályára csúszkálni. A képek alapján elég jónak tűnik, hogy valóban ilyen lesz-e, azt ebből a videóból megtudhatjátok. Tartsatok velem! Szóval megint nagyon jó hírem van. Képzeljétek, elfogadták a petíciónkat, és megépíthetjük a 6 lábas kerítést oldalt, illetve 4 lábasat elő. Szóval nagyon örülök. Elég sok mindenen kellett keresztül menni, hogy idáig eljussunk, de ez is sikerült. Itt voltam most a Városházán, itt volt egy ilyen városgyűlés, és itt kellett reprezentálnom magunkat, hogy miért is szeretnék ekkora kerítést, és örömmel jelentem, hogy nyertünk. Látjátok itt ezt a dzsindzsát, ezt takarítottuk ki innen, úgyhogy most ezt a kerítést is ki fogjuk szedni. Megjöttünk. Right here.
most jön a leghosszabb drótkötélpályás csúszás. Rólam nem nagyon vannak videók, mert én elhoztam a telefonomat, de a David nem. Úgyhogy az összes videón a David szerepel. Illetve a többi turista, akik belőttem a túrán. Look directly at me, you'll be right on cue with the camera. Guys, but open these windows up for me, lean to the left-hand side, smile real big, look terrified the whole way down, great buddy, we'll burn this. Other than that, guys, remember to step out. Got a cannonball. Is he gonna make it? Like you said, y'all, big cannonball. Nice and tight. You don't want to go off the top of this box because just like that third zip line, this one. Now you face me. Yep. Kick that leg out. Do I hold on to? Yep. There you go. And now you can just let go. Let go. Just let go. You got it. You can let completely, you can just let go of the rope. Open your hands, take them off, flap your wings, do whatever you want. Thank you. Last but not least, I got Mr. Ken. And last but not least, we got David. Guys, your photos are on the big screens inside. Közben jelentem, hogy hol tartunk itt a felújításban, nagyjából sehol. Azt azért láthatjátok, hogy miután kicserélték a tetőt, itt lefestettük feketére ezt a tetőperemét, itt majd alul ezeket a virágágyás részeket is ki fogjuk cserélni, és ez is fekete lesz. De hát nagyon lassan tudunk haladni, úgyhogy rajtunk kívül el okok miatt, például a tetőcserénél észlelték a tetőfedők, hogy vannak termeszhangyáink, akkor ki kellett hívni rovarirtókat, azok megalapították, hogy kétfajta termeszünk is van, úgyhogy volt itt sátravás. Kérem szépen, itt láthatjátok, hogy ez oldal még nincs lefestve. Itt kifogyott a festékünk, úgyhogy ezt majd azután folytatjuk, hogy meg lesz a villanyszerelés. Itt láthatjátok, levettük ezt a hurikántetőt. Itt megvan a pingpongasztal, lefettük, miután gyönyörűen lefestettük. Szóval, miután volt sátrazás, meg körbeásták az egész házat, és alulról is írtották ezeket a termeszhangyákat, közben mi a kerttel próbáltunk foglalkozni. A David bérelt egy ilyen gépet, amivel könnyebben föl tudta ekézni vagy ásni. Szóval most már sokkal több a homok és sokkal kevesebb a faág, illetve gyökér itt a földben. Viszont szívesen vennék tőletek tippeket, hogy mit csináljunk szerintetek ezzel a hatalmas nagy területtel, amit a rendelkezésünkre áll így ki egyanánt. Illetve még megmutatom nektek, amit ebben az epizódban már láthattatok, hogy mennyi mindent itt kigazoltunk. Ugye itt volt a kerítés, ezt mindjárt megmutatom egy másik szögből. Ugye ez a drótkerítés itt volt, a telekhatár viszont eddig a fakerítésig tart, és ez fullon be volt nőve. Most már kivettük az oszlopokat is, és ezzel a fakerítéssel párhuzamosan egészen addig a fém kerítésig tudunk menni. Nagyjából már kitakarítottuk előtte az utat, egy-két bambuszt kivágtunk. Itt kell majd még egy kicsit lesimítani a talajt, hogy könnyebben le tudjuk tenni az oszlopokat, és szerintem valahogy ezt a bambuszt kell majd még kivenni, de
Ezt még nem igazán tudjuk, hogy hogyan, ugyanis a bambusznak az az átka, hogy ezek elég sűrűn gyökereznek a talajban, és szinte lehetetlen ezt egyesével kivenni, hogyha mindet ki akarnák venni, az nagyon sok meló lenne, sőt ezek a bambuszok, ez nem is a mi telkünk vannak, hanem a szomszéd telkén, viszont alulról fúra egybe vannak nőve, szóval egyelőre még nem tudom, hogy ezt hogy fogjuk tudni kivenni. De ezen most még nem aggódom túlzottan. Itt tegnap este próbáltam, vagy tegnap délután ezt a maradék drótkerítést is kivenni, és akkor, hogyha ezeket az oszlopokat ki tudnánk valahogy szedni, akkor neki tudnánk állni ennek a most divatos horizontális kerítés építésének. Aztán én azt szeretném leginkább, hogy itt egy ilyen nagy homokos tér legyen, akár egy röplabda pálya is elférne, vagy csak nyugágyak, és akkor itt lehetne napozni, esetleg lehetne egy ilyen kinti zuhanyzó. De, amint említettem, szívesen vennék tőletek tippeket, hogy mi lenne egy költséghatékony megoldás, ami könnyen kivitelezhető, esetleg ilyen csináld magad módon is. Aztán kíváncsi vagyok a véleményetekre is, hogy hogy tetszett ez a drótkötelezés nekünk nagyon. Amennyiben ez az epizód is tetszett, dobjatok egy lájkot, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!